Gábor, hogyha kérhetünk egy üdvözlést a tömegnek, a közönségnek. Kedves közönség, köszöntöm minden a Delfinből a 2016-os Dunaújvárosi repülőnap minden kedves látogatóját és természetesen a résztvevőket. 14-es. Akkor csak azért, hogy még mindig lehessen forogni, csak Baracs felől érkezik. Hangja van a gépnek, hogy nem is zenélünk alatta, mindenki hallja. A gyönyörű, amilyen köröket végez Gábor itt a pénkület. Ez egy kétüléses gép egyébként, ami mondom, magánkézben van, hogy köszönjük szépen a tulajdonosoktól, hogy rendelkezésre bocsátották a Baracs Kisoposnak reptérre az L29 Delfin. Hát Gábor nem megy el egyébként nagyon messzire, hiszen még le is fog szállni ide közénk. Egyelőre a köröket teszi meg itt a fejünk fölött, de hát lehet látni, hogy milyen gyorsan eltávolodik innen. Én az előbb már mondtam, hogy milyen sebességre képes ő, de hát azt gondolom, hogy ez a gép nem is arról volt nevezetes, hanem arról, hogy ez egy kiképző repülőgép azok számára, akik pilótának készültek. És hát, ha van köztünk olyan kisgyerek, aki esetleg nagy korában megkapja a kedvet, hogy pilótává váljon, hát erre is jó a Baracs Kisapostagi repülőnap. Azt gondolom, hogy köztünk is van olyan kitűnő pilóta, aki vadászrepülővé vált, aki először itt szállt föl repülőre, és ő nem más, mint a napfélzár polgármestere Horváth Zsolt. Úgyhogy, na hallgassuk a Delfint! Egyébként lehet látni a színét, hogy ez egy fekete színű gép, ezen kívül még készítettek olyat, amelyik ezüst színű gép volt, de Magyarországon ez a fekete színű az, ami használatos volt, ezért van egy kis cél. Még egy áthúzást csinálok, abból pedig a túlhadállal lesz már a számítva.
mi van, fogsz ott, nyugtázom. Szakács Gábort hallottuk egyébként, aki azt mondta, hogyha minden igaz, hogy még egy kört csinál, és akkor utána leszáll, úgyhogy most már lassan azt is lehet nézni, hogy a leszálló pályára hova érkezik meg a kitűnő pilóta. Akkor most érkezik majd a 32-es pályára Szakács Gábor, csak úgy, mint tavaly, és ha minden igaz, akkor ez most tényleg a Duna irányából lesz, mármint a leszállás iránya, úgyhogy arra fele tudunk nézni, és utána itt a színpadon köszönhetjük majd a kitűnő pilótát. És ne felejtsük el, hogy miután megérkezett a Delfin, utána a repülőklub vitorla szakosztály repülését, vontatását láthatjuk majd körülbelül egy olyan negyed órán múlva, de legkésőbb 5-4 óra múlva, tehát fönt lesznek a vitorlázógépek a levegőben. Attila, nem tudom, ha megkérhetlek, utána maradsz egy picit velem, vagy bemutasd a repülőket, akik fönt lesznek a vitorlázók. Köszönöm. Úgy, ahogy szokott. This ain't a song for the broken hearted.
Veres Zoltán, tehát a légtérben fantasztikus produkció megint, és közben akik itt vannak a hátam mögött, ők már azt a képet látják, amit a Mitsubishi sofőrje lát, vagyis hamarosan indul a verseny, hamarosan indul a bemutató a Mitsubishi és Veres Zoltán között, és úgy látom, hogy a fiúk ebben a pillanatban el is indultak, most tehát majd azt lehet látni, azokat a képeket látjuk, amikor Veres Zoltánnal megküzd a Mitsubishi. Egyelőre azt látom, hogy Zoli itt előttünk elmegy a légtérben, a Mitsubishit egyelőre még nem látom, nem tudom, hogy hol kullog előtte vagy utána, egyelőre még nem látom. A forduló az már megvan az egyik oldalon, egyébként ezek ilyen történelmi pillanati képek nálunk, hiszen ilyen még nem volt a Baranyas-Kisapostag repülőtéren, hogy a Mitsubishi autójából belülről próbálunk megkövetni egy olyan bemutatót, amely egy repülőgép és a Mitsubishi között van. Azt látjuk, hogy a pilóta nagyon dolgozik, és nagyon megpróbálja az autót ott tartani a pályán, még a túloldalon azt látjuk, hogy Zoli jön, és könnyedén fordulja a köröket, és szépen egyenletesen csak repül a levegőben. Aztán, hogy a kettő hol ér össze, azt megmondom őszintén, innen most én nem látom, hiszen pont a nézőinktől nem látom, hogy hol tart a Mitsubishi, ami egyébként köszönjük szépen, hogy eljött ide hozzánk, és vállalta ezt a szereplést. A kép tehát a kivetítő a Mitsubishi-jét, és lent a levegőben pedig Veres Zoltánt látjuk, hogy az Zoli ott ment el, mint hogy egy picit lehetett volna látni a képernyőn is, úgyhogy talán itt előre lenne. Zoli most már fordult még egyet, én az autót megmondom őszintén még mindig nem látom, de majd megpróbáljuk a fiúkat kikérdezni, hogy mit is éreztek ők ebből a bemutatóból. Egyelőre Zoli itt forog a levegőben, integessen, aki látja a Mitsubishit, merre tart. Hát ha a folyamatot látjuk, hogy merre megy az autó, és Zoli szépen lassan lejjebb jön, és visszavette a sebességet. A Mitsubishi pedig arra Baracs irányában van valahol, akkor én azért nem látom. És közben úgy látom, hogy meg is állt a Mitsubishi, mint hogyha nem dolgozna már annyira a gépjárművezető. És Nyúl Feriék is azt gondolom, hogy örömmel veszik most már ezt tanúságul, hogy ezt a bemutatót sikerült végigcsináljuk Molnár Istvánnal. Veres Zoli közben még nyírta egy picit a füvet, szokása szerint. És elindult arra a Duna irányába most, miközben nézem, hogy hol van a Mitsubishi, és a Mitsubishi is itt van valahol a kis busz környékén, de minden igaz, akkor ő ott egyelőre áll. Na nézzük, hogy megint elindulunk, ez Zoli pedig érkezik Kisapostag irányából, ahogy mondták a fiúk a 32-esen, és most indult el a sebességváltás megint, úgyhogy megint lehet, hogy a fiúk megpróbálják. Igen, a Mitsubishi hogy elrajtolt? Azért nagyon elhagytam, hogy Zoli. Zoli közben nagy a nyomába is nyírja a füvet. Mitsubishi egyelőre ezt a rajtot megnyerte, úgy látom. Nem tudom, hogy majd látjuk-e a belső képernyőn esetleg, hogy hol lehet a repülőgép, mennyire száll alacsonyan Zoli. Közben a fiúkat kérem, hogy mondják, meg volt már szerintem a forduló. Most fog talán visszafele jönni a Mitsubishi. És akkor nézzük majd, hogy hogyan sikerült mindkét autónak. Hát, szerintem pihenőre fogta. Még az is lehet, hogy szakaszokat gyorsulnak csak a srácok egyébként, mert most megint megállt az autó, lehet, hogy megint bevárja a Zolit. És akkor ebben a pillanatban indulnak megint, akkor megint érdemes lesz nézni a földet is, meg a levegőt is egyben, vajon hol jön a Mitsubishi, hol jön Veres Zoli. Az előbb a Mitsubishit láttam, most Veres Zolit látom előbb. A Mitsubishi most lemaradt egy picit. Lehet, hogy egál ez a mérkőzés így. Minden esetre jó játék lehet a srácoknak. Földön és a levegőben egyaránt. Picit szakadozik a képünk.
megint jön Zoli. Közben azt látom, hogy elindult az Ancsa. Mi, micsoda hangom lett. Valamitől mi se tudjuk, megszabadodott a hangom, egy kicsit enyhén van benne egy kis akusztikus hangzavar, de most már rendben vagyunk. Szóval Veres Zoli, azt gondolom, hogy megköszönhetjük neki, hogy részt vett ebben a játékban, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a Mitsubishi-seknek, hogy részt vettek Zolival ebben a kis versengésben. Veres Zoltán leszállt, Zoli tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy majd jön ide hozzánk, és itt fogunk vele beszélgetni, és hamarosan az Apollo Fox 3-as kötelék bemutatóját látjuk.